Nagyon sokakban ott él a vágy, hogy gyönyörű portrékat fessenek szeretteikről, és mégis, amikor elkezdünk portrét festeni, két fő probléma szokott előjönni. Az egyik az, hogy hogyan kell kikeverni a bőrtónusokat, a másik pedig az, hogy hogyan lehet ezeket a gyönyörű bőr átmeneteket, hogy a tónus változik a sötétből a világosba, hogyan lehet ezeket a bőrtónus átmeneteket összedolgozni. Ez a kettő szokott a legnagyobb kihívás lenni portréfestésnél. Ebben a tananyagban mi három portrét festünk meg. Az elsőt az valóban egy ilyen fotorealisztikus stílusban, amikor azokat a színeket keverjük ki, amit a fotón látunk, és gyönyörűen összedolgozzuk ezeket a bőr átmeneteket. Tehát meg tudod nézni, meg tudod tanulni ebből a tananyagból is a fotorealisztikus portréfestésnek a mikéntjét. Azonban szeretnénk felszabadítani az alól, hogy csak akkor jó egy portré, hogyha szépen össze vannak dolgozva az átmenetek, és csak akkor jó egy portré, hogyha bőrszínekkel festjük ki. Tehát lehet egész más stílusokban is portrét festeni, mert nem ezen múlik, hogy igazából jó a portré vagy nem. Egy képet megfestünk úgymond foltos stílusban, mert sokkal fontosabb az, hogy ezek a bőrtónusok a helyén legyenek, és a formalátás meglegyen. A másiknál pedig a bőrt spektrum színekkel festjük ki, bebizonyítjuk azt, hogy sokkal fontosabb a színnek a tónusa, mint az, hogy milyen a szín maga, és sokkal fontosabb egy adott színről fölismerned, hogy az adott szín az hideg vagy meleg szín. Hova tesszük egy portrén a hideg színeket, hova tesszük egy portrén a meleg színeket. Ha érdekel a portréfestés, érdekelnek a portréfestésnek a különböző stílusai, akkor mindenképpen rendeld meg ezt a tananyagot, és akkor várunk a képernyőre szeretettel. Szia!